Sziasztok! Ma buszt fogunk vezetni. Ezzel a busszal úgy emlékszem, hogy leparkoltam. Hát ez úgy tűnik. Nem parkoltam le. Na. Menjünk erre. Mindegy, átmegyünk a piroson. Na. Most nem fogok annyira beszélni, mert videózni sincs kedvem, nem hagy beszélni. Na. Jaj. A reklám után elfelejtettem beindítani a felvételt, ezért bocsi. Megmutatom, hogy mennyi történt, hogy akik nem figyelnének, azok ne maradjanak le arról. Vagy hát senki se láthatta, hiszen nem volt felvéve. Buszdepót. Ennyi történt, itt kikanyarodtunk. Mert először utána meggondoltam magam, és vissza kellett volna vonatni. Inkább megfordultam így. És itt... Ennyi volt. Ennyi. Aztán meg ide bejöttem. Na így, mondtam, hogy meddig bírja a keréket, sokáig bírta. Így, örülök, hogy most legalább tudom. Megjelent ez a szar. Négy. Nem. Nem, megy, de laggolva megy.
Mindegy. Remélem, nem feleslegbe beszéltem. Megint csak. Itt jöttem. Örülök, hogy be tudom mutatni legalább, hogy itt van. De most megint megállítom. Na, sziasztok! Újra itt. Csak kikapcsoltam a tévét. Hogy levet. Jaj. Nézzük, jó. Onnan senki. Mondjuk, hogy most itt jön egy gyalogos. Nem indexel. Indexeljél már. Hoppá! Mi ez? Lámpa a zölde. Szerintem én itt nem akarok átmenni. Muszáj lesz itt kizsalnunk egy kicsit. Kicsit kinyújtóznunk. Na, itt vagyunk. Harmadik fuvart viszem. Na, akkor itt... Szerintem... Ó, Istenem. Ez egy kis állja. Na, ez egyenesen jön. Nem is értem. Na, akkor most már így jöhetünk. Eljön ez. És akkor most senki nem jön. Na most sem akarok még átmenni, csak ide be akarok helyezkedni. Jó, be vagyok helyezkedve. Na, és akkor most már átmehetünk. Jaj, majdnem eldőlt a tablet. Na, ezt te már nem jössz el. Hello. Épp, hogy piros a lámpa. Ja, igen. Menjél csak! És kamionos meg nem fér el. Teherautós. Na, gyerünk! Ez még zöld volt. Ó, nem, piros volt, de nem jött senki. Na mindegy, azok is mennek. Meg amúgy is zöld volt. Van még egy piros lámpa. Mi már zöldre váltott. Ja. Na, jön az autópálya. Ami nem autópálya egyébként, de tök mindegy.
Igen, amúgy nincs a kamionosba, ilyen kereszteződések nincsenek a kamionosba. Ezt én hiányolom. Ebben már nagyon megszoktam, a csomó ilyen van, a másikban meg egy darab sincs. Így megyünk egy kis szedán mellett, 136-tal, már 140-nel, mivel ha kimegyek a kútra, akkor még jobban felgyorsulok. 160. Senki ne jöjjön, mert úgy elcsapom, hogy... Még mindig nyomjuk. Mindig nyomjuk neki. A busz mellett. Csaljunk. Hoppá. Lesz egy kis peron középen. 180-at elérjük. Tudom, hogy elérjük. El is értük, csak le kellett végeznem azonnal. Jó, 110. Azt hittem, hogy egyenesen kell menni. Mennél? Ha, amint tudok, elkanyarodok ezelőtt. Százzal azért fel kell tornázni. Hoppá, ciao. Hopp. Ezt előzzük. Igen, fogy a benzin azért rendesen. De itt jó, hogy nem... Itt a kamionosban jó, hogy csak egyszer kell tankolni, és egyen meg lehet tölteni. Meg vagy ötször kell. Tegyenesen kell. Nézzük. Vaj, itt felgyorsultunk egy picit. Kissé le fogunk lassulni, ja nem, de viszont itt majd jönni fog egy kanyar, amit akkor hamarabb kell venni. Anyád, Bremen, Netherlands, na akkor arra menjünk. Emiatt karamboloztam. Jaj, de jó, hogy bejöttem egyébként. Na, busz-e, hogy begyere elém? Mármint én fogok eléd bejönni. Ha? Hát, akkor köszönjük már meg. Mindegy, ez csak jelképes. Ez csak jelképes volt. Netherlands. Már itt is vagyunk. Jó gyorsan ideértünk. És komolyan ezt a fehér kocsit fogjuk követni. Jaj, figyeld! Jaj, ez itt meg fog állni, be fog fékezni. Rámegyünk a seggére. Ezek a botok 20-nál többen nem nagyon. Jó, autópályán mehetnek 70-nel, vagy 80-nal is, de 100-nál többen még nem láttam botot. De 100-zal. Én is 100-zal mentem, és nem értem utol. De az a kamionosba volt.
egy kis szállítógéppel voltam egy, aztán a piroggal. És még nem teszem le az utasokat, csak így ide gyalog. Így, ide, még egy kicsit azért nyomom. Ijjaj! Nézzük a kereket? Ott látom a tükörbe, hogy mikor van gáz neki, és nincs gáz, nem lesz gáz. Hiszen elférünk. Hopp, ezt megkarcoltuk. Nem baj. Csak... Amúgy ezek a legdrágábbak elvileg, a Volvo kamionok, meg a Volvo buszok, meg a Scaniák. Hát az is svéd, de hát nem feltétlenül jelenti azt a svéd, hogy drága, de ebben az esetben azt jelenti, mert Merci, hát szerintem a Merci az inkább kocsi volt drága, tehát a kamionban nincs annyi luxus, mint egy mondjuk bálna Mercibe, egy kocsiba. Tehát igen, akkor még milyen kamionok vannak? Hát ugye van a DEF, a Holland, azt szerintem tök jó gép, meg vannak ilyen, hát amiket itt Magyarországon sose látni, ezeket a Star Trucks. Ó, X-et adott. Szóval ilyen Star, nem tudom, majd az egyik videóban megnézünk egy olyat, hát Sosa például, vagy Tata, az indiai, de azt hittem, hogy orosz. Indiai. Nem tudtam. Azt hittem orosz. De az gyárt kamiont is. Meg a Kamaz. Kamaz. Ugye az a kamionos játékban a Kamza. Meg a Freightliner. Az is egy jó kamion. De hát azok meg már drágák, azok már nem is olyan alapkamion felépítésűek, hanem ilyen nagyon full extrás, nagy, sok tonnás kamionhoz hasonló. Na, menjünk tovább! Remélem hallottátok, amit mondok, mert egy kicsit így arrébb csusszantam. Na. Ide beállunk. Hopp, így. Emellé a busz mellé. De úgy, hogy arra fel tudjanak szállni. Várjatok! Ez így jó. Nyilván még előre gurulok. Tehát ez hosszabb az enyém. Na most meg már túlságosan hátraálltam. Na most innen tolassunk be. Tényleg, hát nem ebben a kamera nézetben kéne. Nem, ez mondjuk rossz. Akkor hátrébb kell állni. Így vannak egy szintbe. Istenem, hogy nem nyomom be a féket. Na. Várjatok. Így van egy szintbe, mert ez így nagyon hosszabbít.
Tehát ez a kamera nézet hosszabbít. Szóval ez lesz a megfelelő. Nem, nem hosszabbít ez. Jó lesz az úgy már. Úgy. És akkor varázs. Reklám! Emiatt buktam be egy csomó szöveget. Hát egy clickbaites reklám volt. Az emeletessel menjünk. Én most nem mennék azzal. Menjünk ezzel a szép színűvel. Menjünk pirossal. Menjünk kékkel. Az egyik busznak kicserélem a felnieit. Ennek már ki van. Ennek már ennek nem néz neki jól. Ikarusz, hát ennek meg olyan spéci. Ennek már ki van. Ennek nem néz ki jól. Wally. Ennek ki van. Ennek. Nem, akkor majd az újnak cseréljük ki, mert annak nagyon egyhangú a felnéje. Nézzük meg. Igen, az béna. Nem ugyanaz, mint a... De ugyanaz, mint az emeletesnek. Na, Léner. Ez kerül a legdrágábbba. Ez 19 000 befájt. Az elején vettem meg is. Csak ez a kettő volt, aztán megvettem egy menőbbet. Akkor szépen majd részek között haladgatunk. Mostantól. Mondjuk, ha már minden busz megvan, akkor már nagyon nem tudod, mire költeni a money-t. És az már kicsit zavaró, hogy nem tudod, mire költeni a money-t. Hát és akkor ugye baromságokra kell. Utalérjük ezt az autót. Első, ej, gyere! Nem jövök, gyere! De akkor gyere már! Nem baj, akkor most csak meg fog előzni, hiszen nagyobb ívbe jövök. Ott van, akkor bemegyek előtte. Nem bírom. Ez a kék itt maradt, de a fehér eltűnt. Mondjuk 109-el busznak nem is szabadna mennie. De mi most gyors járat vagyunk. Hova tartunk? Ezt megnézném. De hol vagyunk? Hova tartunk? Ennyi már. Kívülről előzünk, nagyszerű. Ott egy busz megálló, nem volt utas. Ott ment el egy busz. Az is eltűnt. Szembe is van egy. Belassultak a kerekeim. Olyan gyorsan megyek, hogy már nem látszik. Legalább ezt megcsinálták a játékban. Itt a busz.
Index, hopp, megjelent egy kocsi. Hova tűnt a busz? Teherautó, egy kis vitó, hogy mi ez? Ott egy teherautó. Türkiz. Piros autó szemben, egy zöld autó, egy fehér autó, amit már rohadtul elhagytunk. Egy busz szembe, egy zöld busz, meg előttünk volt egy ilyen drappos busz. Vissza fogunk még csúszni. Itt mindig előzgetnek engem, mert hogy nem haladok. Pedig záróval, és egy irányú. Na. Narancssárga teherautó, illetve egy kék. Világos kék színű autó. Még egy világos kék. Egy drop. Egy lila teherautó. Most én vagyok a kommentár. Kék. Gyere. De béna vagy. Zöld, beengedem, mert tudom, milyenek ebbe a játékba. Egy lila a visszapillantómba, egy fehér busz mögöttem foglal helyet. Akkor itt egy zöld autó bevágott elénk. Az a busz ugye nem utánam fog jönni, mert akkor én kiégek. Jó, nem utánam jött, let's go. Piros teherautó. De mi nem arra megyünk. 240 kiló, és odaérünk. Kilométer. Ez meg fogjuk előzni. Teherautó, egy lila autó, akkor egy ilyen piros autó, egy kék autó, egy fehér autó, most sok autó van. Kék teherautó, nézzük, még mik vannak, fehér autó ismételten. De be fogunk vágni, kamionos nem fog örülni. Na, nem fogunk. Ezt akartam előzni, de úgyis vele kell menjek. Hoppá, busz megálló. Itt megállunk. Mindenféleképpen. Erőtök, mikor vagyunk vele egy szintbe? Aj, pont beférünk. Tehát ebben a megállóban szerintem csuklós buszok is jöhetnének, de mi alig férünk be egy emeletessel. Tehát, hogy ez tényleg ilyen hosszú. Meg most veszem észre, hogy tehát felül ülnek utasok, de arról miért nem ülnek utasok? Most jól van, hogy narancssárga autó, szürke autó, lila kamion, vagy teherautó, lila busz, egy pillanatra megvillant, megcsillant, ott valami megcsillant, csak nem látom, hogy mi, megint csak narancssárga autó, narancssárga busz, kék autó, zöld autó, kék autó, ott nagyon messze hátul, még egy narancssárga, ott van egy zöld autó, meg egy kék teherautó. Most nagyon kommentálok, már van fél órája a felvétel. Megy.
Híres kanyar! Na látjátok, tehát hogy a 100 fölött megy ez az autó, 120-nál érem be. Ez ment vagy 110-zel. Nagyon sávot kell majd váltani külsőbe. És nem is maradtam ott. Hát akkor visszaindex meg késve. Hát azért feltankolok. Sárga busz, piros autó, kék teherautó. Megint nem figyeltem a kocsikat. Nem akarok reklámot nézegetni. Ez amúgy van, hol busz? Szóval ezt nem tudom. Sárga busz, zöld autó, fújt, merre kell menni? Nem tudom, hogy... Aha, be kéne engedniük. Aha, zöld autó, fehér autó. Hú, elakadt a zöld autó. A busz ezért nem tud tovább menni. Amúgy kanyarodni akart a busz. Hogy így keletkeznek azok a balesetek. Zöld autó mögöttem, zöld autó előttem, sárga busz előttem. Hát szerintem így már csak... Az a busz ott mit csinált? Bekanyarodott az izé fele. Na, megint zöld autó? Hát hány zöld autó van még itt? Kék teherautó. 30 kilométer. Zöld autó. Megint. Nem tudom, mi van ma a zöld autókkal. Szürke busz. Úgy. Az az autó, az ritka. A fehér autó, drop autó, lila kami, lila teherautó, piros... Egyterű autó, akkor itt van egy ilyen sárga SUV, nem tudom mi ez. Akkor sárga busz, drop autó, ugye drop, aztán fehér SUV, lila egyterű, és világos kék szedán. Világos kék szedánok társaságába én ide betolatnék. Nem tudom, hogy ezek itt van-e helyem. Nincs. Ez a piros autó, az... Jaj, de közel jött. Ajd, előre kell menjek egy kicsit, és attól félek, hogy már ott lesz az autó. Mibe akadtunk meg? Aha, kicsit megakadtunk. Úgy, az úgy jó lesz. Na így. Így is kilógunk az útra. Ha, amúgy így kiáll a fél sávot. De amúgy, hogyha egy oldalról megnézzük, nem is foglaljuk el a fél sávot. Piros autó, szürke autót parkol a messziségben, még a fán is túl. Sárga autó, akkor két piros autó. Menjünk. Nem, most ne arra menjünk már. És parkoljunk be emellé. Itt milyen lehet parkolni? Aláírom. Nagyon szar.
Amúgy nem is tudom, melyik városban vagyunk, de valószínű a játék szerint Münchenbe, ami nem München, hanem München. Valószínű ott vagyunk. Mert ott voltak ilyen nagy ilyen tégely lakóházak. Szürke színű teherautó. És kancsal. Drappautó. Vagy egy sárga, nem tudom, ezt mind a kettő nyelven fogom nevezni. És akkor szerintem még egy busszal azért fogunk menni. Narancs autó, szürke busz és egy kék egyterű, egy lila autó, ott láttam, egy drappautó, akkor itt mi volt ez a lang? Ja nem, ez a tiltása volt tényleg. A kék busz, ami mi van itt? Igen, akkor két fehér és drap színű autó, vagy nem tudom, ilyen a kettő keveréke közt van mind a kettő. Ja igen, itt sok busz van. Van még türkiz busz, meg piros busz. Jaj! Én nem ezeket utálom, hanem a másik félét, ezt az új félét. Hat van itt. Passengers. Hát van itt passengers. Passengers. Nem fogynak az emberek az emeletről. Na, azért mondom. 58, 57, 56. Most nagyon meg fog csappani, mert most sokan jönnek. Mert csak akkor számolja, hogyha bemennek az épületbe. Nem mikor leszállnak. Figyeljétek. Bejönnek az épületbe. Hol van itt az épület? Tessen meg. Igen, ott sokan mennek. Mennyien vagytok? És ez számít neki. Látjátok, most megy le. Tehát most kilépnek a buszból. Semmi. Kilép, semmi. Kilép, semmi. Jó, most nem azért számlálta. Mind bemegy. Akkor lesz, tehát ugye, jó, most nem tudom elforgatni úgy, de nagyjából most érhettek oda, és most mennek le a számok. Ja, na most nagyon sok szám fog levenni, most legalább 10 ember megy, szóval 15-re fog megcsapponni. Látjátok? Mondtam. 17-re, nem 15-re, de 17-re, mert ez már egy másik ember adag, amely most megy. Most sikerült 15-re, akkor most meg 18-ra fog lemenni. 8-ra, simán 8-ra. Hát nem, alá is. És akkor ezek az utolsó emberek, ugye? Annyira utálom, hogy ezek már csak egyesével szállnak le. Egy ember. Sétáljon már be az épületbe. Na. Köszönöm szépen. És akkor odaállok a buszok mellé. De szar. Narancssárga, egyterű. Megjálljunk be, vagy eléjük? Nem. Mondjuk, hogy érkezünk. Te is most gyere nekem. Szürke busz.
egy kamion, egy teherautó, ami sötétkék, piros, jaj, itt van, türkiz, itt fog megfordulni. Ezt direkt csináltam, mert véletlen szoktam, de most direkt csináltam. Hopp, ott szürke teherautó. Itt még volt valaki mögöttem. Majd kék. Sötét kék kocsika. Miért a dudát nyomja? Én a gáz nyomok. Hogy mi az a kanyart. Istenem. Jó, mondjuk most direkt azt nem. Változtak. Lett lila, narancssárga, busz itt a szélén parkolók közül. Amint azt akartam, hogy ide parkolok, de most már akkor abból lett egy sárga. És ebből mi lett? Ő a szürke teherautó. Jó, most jött el. És akkor az fehér, az a kocsika. Istenem! Na, és egy narancssárga autó van, pont láttam. Nem, úgy csak ide be akartam állni. Rőtte persze haladni kellene. Úgy még meghosszabbítja a buszt ez a kis tároló rekesz rész. Itt van. Menj előre. Nem tud előre. Na, és így ez. Itt állunk. Vaj, na most hogy állok ki? Jó, mondjuk, hogy csak ennyire álltam be. Mert úgy akarom, mint ahogy az igazi buszok szokták, amik városban közlekednek. Mondjuk, hogy az hogy fog kiállni? Neccesen. Viszont ott szokták, hogy először beállnak helytelenül, aztán pedig oda toratnak rá. Akadályozzuk, hogy kiálljon. Az nem jó. Minket se akadályoznak. Dehogy nem. Minket akadályoznak, de mi nem akadályozunk, hiszen ezek botok. Ezek nem tudják. Ezek csak azért vannak dísznek. Lényegében. Úgyhogy most mekkora táv van akkor? Én megnézem. Ez nem is helyes. Ez nem helyes beállás. Fú, már 10 óra? Ja, úgy értem, még csak 10 óra. Így toratunk, szerintem így jók vagyunk, nem? Na így.
Ma így. És akkor még egy busszal megyünk. Reklám! Na. Na. Az Ikarus. Az ász. Ott annak a pöttyök, a bubles. Most itt vagyok, ugye? Na, 10 000 pénzem az van. Abból már tudnék venni mondjuk egy semmit. De tudnék venni a kamionos játékban egy szellem figurát. Nürnberg. Tehát régen voltam. Most a pénz kell, meg a kevés idő. Ez 1700, ez jó, csak 700 kilométer. Nézzük. Hát nekem egy olyan 500 kilométer a maximális. De most nincsen. Az nem München, ugye? Na, ott áll az emeletes buszom. Olyan sose áll. Hogyha az emeletes busszal lennék, itt annak örülnék. Teherautó. Akkor türkiz. Piros busz szembe. Szerintem ezután fogunk menni. És akkor már indulhatunk is. És ugye itt előbb kell indulni. De só! És nem is fékez el. Nem is fékez! Szar darab! Visszatolhatunk ide, mert nem bír magával ez a busz. Ezután, és nem indult. Zöld busz. Na, nem indul. Látjátok, később indul. Mint ahogy én adom a gyújtást. Na, busz ugye, ez a drappos, emeletes, akkor piros egyterű, meg zöld egyterű. Tehát nem tudom, az egy Vito, Mercedes Vito. Nem tudom, valamikor ilyen tuningosan néz ki, hogyha így nagyon meg van süppedve, akkor ilyen tuningos. Hogyha pedig nincs nagyon besüppedve, akkor meg úgy néz ki, mint egy crossover. Mint mondjuk ennél a pirosnál. Nem, ez is le van süppedve. Na így mekkora lenne már? Így ezzel a busszal itt szembe. Zöld busz, meg türkis busz. Szerintem az kéne, hogy a buszok ide is beállnak. Meg többfajta busz járjon a játékba, és így jöhet ide is busz, tehát hogy így csak meg van rajzolva az útvonala az összes kocsinak, meg az összes fajta színkódokat. Még a Minecraftban is több mechanikus. Jó, hát a Minecraftot ezzel összevetni azért csúf dolog. Minecraft az sokkal jobb, de az a türkis színű. Jön egy drabbusz, meg volt ott egy kocsi. Az is szerintem türkis volt. Itt egy fekvőrendőr, piros és kék színekben. Jött egy kocsi, és a fekvőrendőr az nem piros-kék színű, hanem fekete-sárga, az azt hiszem Magyarországon is így van, csak a
azokat a szar műanyagokat már úgy kijárták a kocsik, hogy semmi értelmük nincs. Ezért csinálják csak a kerekek alá, már csinálnak olyat, ami csak ott van, hogy ugye kerekek alatt. És akkor, hogy ne azt tapossák szét. És kőből. Hát jó útvarul álltam be. Itt mindig azt hiszi az ember, hogy na most jól álltam be. Nem állt be jól. De ebben a videóban ezen a járaton már nem indulunk el, hiszen annyi idő azért nincs. Nem akarom, hogy 1 óra plusz legyen ez a videó. Akkor még várhatok 2 órát, hogy 12 legyen, milyen logikus, nem? Építettem Legóval egy új teherautót, amit majd be fogok mutatni. Itt azért megmutatnám ezt az épületet, szerintem ez gagyibb, de azért az utasokat kiszolgálja. Szóval nem lehet olyan rossz. Jaj, ne! Na, induljunk! Jó, hogy pont nem enged ki, és az úgy pont jó lesz. Azért ne szórakozzunk már, hogy egy Ikarusz majdnem olyan hosszú, mint egy emeletes. Szürke busz, szürke autó. A GPS az annyi, hogy odavetítenek pár nyilacskát, hogy merre menjél. Annyi a GPS. Egyébként nem ide fogunk állni, mert nem akarok ide állni. Hogyha eláztatja az eső a buszt, amitől rozsdás lesz. Ami lehetetlen, mert rozsdamentes ez a busz. Narancssárga busz. Ami pedig barna. Narancssárga autó, hát. Narancssárga busz, vagy narancssárga autó is kell. Fehér autó. Még megvárok ott egyet. Á, már nem. Ide állunk, itt árnyékban van, de nem süt a nap. Ide is úgy állok, hogy a kocsit az... Hap.
Most minek köztem már meg neki. Istenem, most már! Nem igaz. Oda akarok. Istenem, menj már odébb! Az úgyse lesz jó. Akkor így állunk be. Leszarom. Szálltok a bele. Jó, befordultunk C-regyenesbe. De azért nem így akartam pont. Nem tudom, ebben az ívben akartam, tehát ugye a... Fúj, Istenem, majd nem látjátok. Tehát, hogy ahol az ujjam van, tehát itt, tehát ugye a busz elején mellett, így jön a busz, és így, egy kicsit ferdén, de úgy, hogy még el kiférjek, mert így nem fogok nagyon kiférni. Még jobban ráhúzom. Tehát, hogy úgy képzeltem el, hogy így. Tehát, hogy most már csak tolatnom kell, és akkor így. Aha, ez így jó. És akkor ennyi. Így. Csá. És dögölj meg, türkizautós. Na csá! Majd lesz outro-m. Intro-m az nem biztosítom, hogy lesz. De outro-m az biztos, hogy lesz egy hamar. Úgy tél... Hát, télen, ja. Akkor ma fogok szerkezgetni intro-t. Ugye a május elmúlt, hát, ja, elmúlt a május. Csá.